CHG hulladékkezelő központjában. A településeken pedig havonta egyszer fog erre sor kerülni. Kérdeztem igazgató urat, hogy ugye most a zsákos rendszer indul el, de mikor leszünk arra képesek, hogy kukákat is biztosítsunk, hulladékgyűjtő edényeket is biztosítsunk a lakosság részére, és ő azt felelte, hogy valamikor a tavasszal, nyár elején lehetőség lesz arra, hogy már nem a zsákos rendszerrel, hanem a GHG által biztosított kukával, hulladékgyűjtő edényen történjen ez az elszállítás, ugye a papírt, a fémhulladékot és a műanyag hulladékot tudja így fogadni a GHG, és ilyen értelemben otthonról gyakorlatilag a házaktól ezt elszállítani. 17.600 győri címmel fog szolgáltatást bővíteni a győri GHG, ez pedig úgy fog kinézni, hogy azokat a sárga színű gyűjtő zsákokat, amelyekben otthon lehet gyűjteni és szállításra kihelyezni a szelektíven összegyűjtött hulladékot, ezt jövő héten hétfőn, december 9-én a GHG elkezdi kijuttatni Győrváros családi házas övezetében, illetve a 4 lakásosnál kisebb társasházakba. Ez azt jelenti, hogy jövő hétfőtől mindenki fog kapni, vagy a postaládájába, vagy ahol az nincs, akkor a kerítésére, ha az sincs, akkor mindenképpen egy elérhető helyre az első negyedévi zsákszükségletet, és az első elszállítási nap az pedig január 6-a lesz. Azért választottuk ezt az időszakot, mert közeledik karácsony időszaka, és minden háztartásban ilyenkor lényegesen több csomagolóanyag gyűlik össze, és a rendszernek a legnagyobb főpróbája valójában ez a karácsonyi időszak lesz, de ahogy képviselő is mondta, mindent megteszünk annak érdekében, hogy szépen és az eddig megszokott módon gördülékenyen tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást. A sárga zsákba műanyagot, papírt és fém csomagolási hulladékokat lehet helyezni, valójában ugyanazokat, mint amiket eddig is a szelektív gyűjtő szigetre hordtak az emberek. Az eddigit és a jövőbeni lakossági együttműködést is megköszönjük mindenkinek, hiszen a lakosság is nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy városunk folyamatosan tiszta legyen. A győri GHG díjmentesen, ingyenesen biztosítja a házhoz menő szelektív gyűjtést, mind Győr városában, mind pedig a vidéki 111 településen. A vidéki településeken az önkormányzatokkal folytatott egyeztetés alapján a helyi önkormányzatok segítenek majd a zsákoknak a kijuttatásában, itt az egyeztetések még zajlanak. Ami nagyon fontos, hogy a GHG-nek a hivatalos honlapján, a www.ghg.hu weboldalon a szállítási napok, a használatnak a szabályai, mindent összefoglaltunk, mindent leírtunk, illetve a GHG-nek a Etóparki Központi Ügyfélszolgálati Irodájában, a telefonos ügyfélszolgálatában, egy megerősített formában rendelkezésre állunk, és minden kérdésre válaszolunk.